Köszöntöm nézőinket, sziasztok! Nézzük, milyen programok várják az érdeklődőket a következő napokban. Június 10. péntek. Az Uránia moziban 15 és 17 órától a Pata csata című dél-afrikai családi filmet, 19 és 21 órától a Főnix útja című amerikai katasztrófa filmet nézhetjük meg. Dallas Pasmende címmel egy magyar-német-osztrák filmdramát láthatunk az Uránia kamaramoziban délután 4, 6 és este 8 órától. Dallast, a szeméttelep mellett fekvő barakfalut szinte csak romák lakják. Ide tér vissza 12 év után a film főhőse, hogy eltemesse apját és újra élje emlékeit. A filmeket szerda estig vetítik. A Művész moziban a Nyócker című magyar animációs film kerül bemutatásra 18 és 20 órától. Politikailag inkorrektül szórakoztató kemény történet fővárosunk legendás kerületéből, ahol a rajzolt hősök meggazdagodási vágya világhatalmi válsághoz vezet. A roncsfilm, a macskafogó és a South Park keveréke. Varnus Xavier koncertezik a Líceum udvarán este 9-től. Jegyek válthatók az IBUSZ irodákban. Június 11. szombat. Szombaton és vasárnap megrendezésre kerül a Cseresznye Fesztivál Szomolyán. Lesz ott gyerekeknek játszóház, bábelőadás, a nagyobbaknak fotókiállítás, ételkóstolás, pincelátogatással egybekötve. Délután 3 órától hagyományőrző csoportok előadását hallgathatják meg az odalátogatók. Szombati programokat Utcabál zárja. Szintén a hétvégén az 1992-es születésűek vízilabda bajnoksága lesz a Bárány úszodában. Ruha a látványtár című kiállítás nyílik a kartoncsoport alkotásaiból a Művészetek házában. Az Iparművészeti Egyetem textil szakán végzett hallgatók kiállítása a karton különböző lehetőségeit mutatja be. Az egyesület tagjai 2004-ben végeztek és szereztek diplomát levelező tagozaton a Magyar Iparművészeti Egyetemen. A képzés 3 éve alatt textil tervezést tanultak. A gyakorló művésztanárok a textil technikák mellett egyéb képző és iparművészeti technikákkal is hoztak létre alkotásokat. Az egyesület 15 fővel alakult. Célja, hogy a tagok az egyetemen megszerzett szakmai ismereteiket tovább bővítsék. A tagok fő tevékenysége a művészetoktatás, ezért alkotótáborokat is szerveznek elsősorban a képző és iparművészet irányában elkötelezett diákoknak. A kiállítást június 25-ig nézhetjük meg. Jó van, ez így marad. Eger a Marson együttes koncertje lesz a Szépasszony Völgyi Szabadtéri Színpadon 21 órától. Az Egál Kált Klubban Egál Dizsi lesz Nasserrel és Szilvesztára, a Caféban Göröcs zenél. A Líceum udvarán megyei lemezlovas fesztivált tartanak Gáspár Laci 90 perces élő koncertjével 19 órától. Június 12. vasárnap. Folytatódik Szomolyán a Cseresznye Fesztivál. A szombati programsorozat szentmisével kezdődik 12:30-kor. Azután különböző művészek, énekesek előadása lesz. 15 órától fellép az Apostol együttes. Utoljára láthatjuk Bodnár Krisztina kiállítását a Művészetek házában. Június 13. hétfő. A Művészetek házában Rácz Sándor, Viszokai Krisztián, Balogh László és Nagy Attila kiállítása nyílik hétfőn, ami egészen július 2-áig lesz megtekinthető. 19 órától a svéd Forsbacka kamarokórus koncertje lesz a Művészetek háza előtti téren. Június 14. kedd. Az Érsekkerti Zenepavilonban a Banchieri Singers koncertezik délután 7 órától. Június 15. szerda. Utolsó alkalommal kerülnek bemutatásra a mozikban a Dallas Pasmende, a Főnix útja és a Pata csata című filmek. A Művész moziban a Kóristák című francia filmdrámát vetítik délután 6 és 8 órától. Hogyan varázsol egy elhivatott tanár remek kórust a bentlakásos iskola megzabolázhatatlannak látszó csíntevőiből? Könyvfakasztó történet sok kedves gyerek szereplővel. Június 16. csütörtök. Az Uránia mozi a Madagaszkár című amerikai rajzfilmmel várja vendégeit 15 és 17 órától. Állatkerti állatok hazavágynak Afrikába, de végül Madagaszkár szigetén érnek partot, ahol mindenféle színpompás, digitális kalandba keverednek.
a Shrek alkotóinak újabb mesefilmje. A mozi kamaratermében a Repülőtőrök klánja című kínai hongkongi romantikus filmdrámát nézhetjük meg 16, 18 és 20 órától. Két rendőr lázadók után nyomoz, egyikük beépül, a kulcs pedig egy vak terrorista lány. Mindez az 1000 évvel ezelőtti Kína belviszájaiba és bambusz negyedeibe helyezve. A hős rendezőjétől, a hős íróinak tollából, főszerepben a hős legszebb hősnőjével. Ezek a következő néhány nap programjai. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!